Köszöntöm a televízió nézőket! Idén Siófok sokkal több, színesebb programmal várta a látogatóit, mint a korábbi években. Turisztikai szakemberek szerint azért is növekedett meg a forgalom, mert a Balatont nem érintette közvetlenül a terrorfenyegetettség. A 2016-os nyár sikereiről számol be nekünk ma dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere. Köszöntöm, polgármester úr! Jó napot kívánok! Mint ahogy a beköszönömben is mondtam, növekedett Siófoknak a forgalma. Ön hogy látja ezt? Hát, legalábbis a július végi állapotokat alapul véve, hiszen augusztusi adataink, még pontos adataink nincsenek, valóban vendégészakaszám szám tekintetében egy közel 10%-os növekedést regisztráltunk. Ami annál is inkább örvendetes, hiszen a 2015-ös esztendő rekordnak számított, Siófok túllépte ez egymilliós vendégészakaszámot, számot, Hát nem akarom elkiabálni, és azért kalkulálni kell azzal is, hogy augusztusban több olyan hétvége is volt, amikor az időjárás nem volt túl kegyes, de, de reményünk van arra, hogy a, a, akár még a tavalyi számokat is túllépjük. Úgyhogy alapvetően optimista vagyok a számokat illetően. Hogyan lehet mérni ezeket a számokat? Honnan kapják az adatokat, amivel összetudják hasonlítani mindig az éveket? Hát nézze, hát ilyen statisztikai nyilvántartások vannak nekünk helyben, illetőleg országos statisztikák is, amik egyébként alapvetően egybecsengnek. Gyakorlatilag az idegenforgalmi adó bevételekből abszolút lehet erre következtetni. Tehát igyekszünk minden lehetséges fórumot megkeresni a tekintetben, hogy minél pontosabb képet kapjunk, nem akarjuk saját munkat becsapni. Úgyhogy azt gondolom, hogy megbízható források állnak rendelkezésre a tekintetben. Mint ahogy említettem is, nagyon sok szép, új és színes program várta az ide látogatókat. Mik voltak ezek, mit tudhatunk erről? Hát talán onnan indítanám a dolgot, hogy alapvetően a városvezetés eltökélt volt abban, és a továbbiakban is eltökéltek vagyunk, hogy bizonyos reformokat hajtsunk végre a korábbi évekhez viszonyítva. Ugye az elmúlt 10 vagy 15 esztendőt alapul véve Siófok híresen bulivárossá vált. Ezzel nem is lett volna alapvető probléma, csak a buliváros címhez kapcsolódott eléggé pejoratív értelemben a turizmus megjelölés is, amivel viszont alapvetően problémái voltak a városnak, az itt élőknek, az egyébként kulturált szórakozásra vágyó vendégeknek is. Tehát az egyik dolog, amit a városvezetés az elmúlt időszakban zászlajára tűzött, hogy gyakorlatilag a buli turistáknak azt a részét, akik nem kívánatosak a városba egész egyszerűen a viselkedésük miatt, azokat szorítsuk vissza. Nyilván ennek többféle módja lehetséges, gyors eredményt nem lehet várni. Tehát, ha X időn keresztül hozzászoknak ahhoz a vendégek, az ilyen típusú vendégek, hogy siófokon kiélhetik az ilyen jellegű dolgaikat, akkor egyik napról a másikra ezt nem lehet megváltoztatni. De lépésenként lehet haladni. És hát az egyik lépés az, hogy megfelelő programokat kínáljunk azoknak, akiket ide akarunk a városba csábítani. Tehát a városvezetés valóban azt gondolom egyébként a Siófoki fürdőegylettel szoros együttműködésbe az idei esztendőben nagyon-nagyon sok és nagyon színes kulturális és szórakoztató palettát nyújtott az ide látogatóknak. És ami örvendetes, visszakanyarodva itt a buli turistákra, épp a minap volt alkalmam taxisofőrökkel beszélni, és feltűnő volt számukra, hogy az idén a, a klasszikus bulituristák Hollandiából elmaradtak, tehát viszonylag kevesen jöttek. És mindez egyébként a vendégészak a számokban még nem jelentkezik. Tehát annak ellenére, visszakanyarodva az első kérdésére vagyok optimista, hogy egyébként meg az időjárás az idei nyáron azért nem kényeztetett el bennünket. Tehát azért voltak nagyon rossz időszakok. De valóban nagyon-nagyon sok program volt az idén. Azt gondolom, hogy az elmúlt évekre visszatekintve, vagy akár az elmúlt tíz évet alapul véve is, ennyi program és ilyen színes program nem volt Siófokon. És a városnak a promója is jó volt, tehát jelentős pénzeket költöttünk reklámcélokra is az idén, PR, marketing tevékenységre odafigyeltünk. És hát a, a petőfisétányjal kapcsolatos intézkedések azok, amelyek, amelyek úgy gondolom, hogy alapvetően is pozitívan befolyásolták itt a nyári időszakot. Nyilván, és egyetértek azokkal a megállapításokkal, hogy azért a nemzetközi helyzet is ö, kedvezően hatott síófoknak, hiszen valóban Magyarország egy biztonságos ország, ezen belül síófok is egy biztonságos város. Tehát ö, a jelenlegi ö, külpolitikai helyzetben, Azért, azért nagyon sokan meggondolták, hogy külföldre menjenek-e nyaralni, vagy sem. Akik itthon maradtak, nekik viszont első számú célpont Siófok volt, illetőleg hát a Balaton. Ön szerint melyik volt a leglátogatottabb program, amit érdemes lesz a jövőben is megteremteni Siófokon? Hát én azt gondolom, és akkor ismét Petőfi sétány, kontraplázs, ugye a Petőfi sétány, és a Balaton közötti területen lett kialakítva az idén ez a bizonyos plázs, ami óriási látogatottságú volt, ha jól emlékszem a számokra, akkor a nyár folyamán 150 ezer vendéget láttak vendégül, és a koncertek, a plázs által szervezett koncertek tekintetében is több mint 50 ezer látogatót regisztráltak, ezért ezek nagyon komoly számok. Itt a plázsnál maradva ez is egy, egy új variáció a városban, annak idején, amikor, amikor polgármester lettem, én célul tűztem ki azt, hogy valamilyen módon a néhai Coca-Cola Beach hangulatát visszahozni egy kicsit a partra, mert azt gondolom, hogy az elmúlt években egészen elsilányosodott a, a dolog. A tavalyi nyár folyamán már, már érzékelhető volt egy kis fellendülés. Az idei nyár az úgy alakult, hogy egy, egy másik befektetői csoport kezébe került a plázs, és, és hát valóban színvonalas programok voltak. Tehát a leglátogatottabb és a legnagyobb tömegeket vonzó, azt gondolom a Petőfi sétány, illetőleg a, a plázs volt az idei esztendőben. Egy nagyon klassz turisztikai látványosságot nyújtott az óriás kerék, ami ugye most már második éve volt itt Siófokon a nagy strandon. Erről mi a visszajelzés? Abszolút pozitív. Személyes élményt is hadd mondjak, nagyon szeretek vadászni, és, és Siófoktól 15 kilométerre voltam egy egy, egy viszonylag magaslati ponton, és onnét láttam a siófoki óriás kereket gyönyörűen kivilágítva. De egyébként a városon belül is abszolút pozitív a vízhangja. Ez egy valódi látványossága volt a partnak, és hát nyilván azon leszünk. Tavaly sikerült idehozni, az idén megint sikerült, jövőre is itt a helye. Milyen forrásokból sikerül megteremteni azt a pénzt, amiből a programokat aztán létrehozzák? Hát nézze, természetesen vannak olyan rendezvények is, amelyeket közvetlenül vagy közvetetten maga a város szponzorál, illetőleg intézményén keresztül maga fizet. És hát természetesen vannak siófokon magánbefektetők is, lásd a plást, akik gyakorlatilag saját zsebben nyúlva biztosítanak itt szórakozási lehetőséget az embereknek. És azt gondolom, hogy az idejében megvoltak elő összhang is tehát a város által finanszírozott és a magánszemélyek által finanszírozott dolgok ok tekintetében. De a magánfinanszírozásról szólva ott van a szabadtéri színpadunk. Az idén változtatunk. Korábban közvetetten városi pénzből üzemeltettük, most bérbe a szabadtéri színpadot, tehát ott is magánbefektetők jelentek meg. Hozta az is egyébként a várt eredményt? Hát ott-ott azt gondolom, hogy nem volt akkora siker, mint mondjuk a, a pláznál. Ott a, az üzemeltetőkkel olyan megállapodást kötöttünk, hogy próbálják megszólítani a, a valóban színvonalas és, és jelentős kultúrértékekkel találkozni akaró vendégtömegeket. Nagyon jó előadásokat hoztak egyébként, de ott, ott, azért várakozáson alul volt, azt gondolom. Tehát úgy tűnik, hogy arra az irányra még nem volt akkor az igény az idén, mint, mint egyébként szerettük volna, de ezen az úton megyünk tovább, tehát továbbra is szeretnénk nívósabb előadásokat is a városba hozni, és majd meg fognak jönni a vendégek is meggyőződésem. Hogyha egy picit feljebb jövünk a Balatonparttól, a közvetlen Balatonparttól, sikerült egy sportkollégiumnak a felépítése. Ez milyen célt fog szolgálni? Igen, a, a minap került átadásra ez a bizonyos kollégium. Ott voltam az átadó ünnepségen, meg is tekintettem. Egyébként egy, egy rendkívül korszerű és nagyon magas színvonal képviselő kollégiumról van szó. Tulajdonképpen a, a város déli részén, ahol a kollégium is ö, megépítésre került, egy egész sportkomplexum van kiépülőben. Ha jártak arra, akkor biztosan látták, hogy egy városi sportcsarnoknak a falai már állnak. Egy munkacsarnok gyakorlatilag már ö, viszonylag hosszabb ideje ö, működik. Jelenleg is nagy építkezések folynak azon a területen. Hát a kollégium abszolút ö, gyakorlatilag a sporttal, ö, közvetlenül a, a kézilabdával, elsősorban a kézilabdával, a kézilabda utánpótlással ö, foglalkozó szakembereknek az utánpótlás bázisát fogja majd ö, tulajdonképpen megalapozni. Azzal együtt, hogy ö, ö, ezeknek a, a létesítményeknek a nagy része elsősorban TAO, illetőleg városi ö, finanszírozásból készültek, illetve készülnek, valamint állami ö, pénzekből is. Ö, és ö, a szerződéses jogviszonyok úgy lettek kialakítva, hogy 15 év után ezek az épületek, beleértve az ott már felépült és épülő félbe lévő komplexumot egyaránt városi tulajdonba fognak kerülni. Az egy más kérdés, hogy 15 év elteltével, ha ezek a, ezek a, ezek a létesítmények valóban átkerülnek városi tulajdonba, Ezeknek a karbantartása, ezeknek az ott esetben felújítása, ezeknek az üzemeltetése, hogy milyen pénzeket fog felemészteni, itt azért itt azért komoly kérdőjelek vannak bennem. Tehát örülünk mindennek, minden fejlesztésnek a városba, örülünk a kollégiumnak is, örülni fogunk, ha átadják a, a nagycsarnokot annak is, de azért egy kicsit a távolabbi jövővel tekintve ö, azt gondolom, hogy, hogy ö, mindenféleképpen. Ö, a majdani városvezetésnek azért komoly feladatot fog jelenteni ennek a, ennek a komplexumnak az üzemeltetése majdan. De egyelőre jelenben vagyunk, örülünk a csarnoknak, örülünk a kollégiumnak. Az előbbiekben már említést tettünk a Petőfi sétány végén kialakított sétáló utcára telepített biztonsági rendszerről. Csökkent ezáltal a bűncselekményeknek a száma. Számszerű adatokat tud-e mondani a tavalyi évhez képest? Induljunk egy kicsit messzebbről. Ugye a Petőfi sétány az egyik neurologikus pontja volt közbiztonsági szempontból a városnak. Elképesztő mennyiségű bűncselekmény történt a területen. De nem csak a bűncselekmények, hanem az odaérkező vendégeket alkalomanként fogadó látvány is a jóérzésű emberekben megdöbbenést és visszatetszést keltett. És én évek óta hallottam, korábban rendőrként, majd civilként, hogy problémás a Petőfi sétány. A Petőfi sétányal valamit kezdeni kéne, tehát mindenki érezte, hogy ott gondok vannak, de igazából hathatós intézkedéseket én nem láttam az elmúlt években annak érdekében, hogy ott rend legyen. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy volt rendőrtisztként a saját tapasztalataimat alapul véve, majd én teszek egy javaslatot arra, hogy hogy lehetne egy kicsit konszolidabbá tenni azt a területet. Ennek a javaslatnak a lényege az volt, hogy egyrészt a Petőfi sétányt, biztonsági kamerákkal olyan szinten kéne ellátnunk, hogy ne legyen egyetlen egy négyzetméternyi vakfoltja se az adott területnek. Ez egy dolog, a másik pedig élőerős őrzést is biztosítani kell erre területre, beléptető pontok létrehozásával, tehát legyen egyfajta kontroll az oda belépők tekintetében. A biztonsági őrök szépen a háttérből kísérjék figyelemmel a történéseket, és csak és kizárólag akkor lépjenek közbe, ha valóban olyan személy akar bemenni a területre, aki nem oda való. Mert mondjuk láthatóan atom részeg, vagy, vagy be van lőve. Tehát ez volt az alapkoncepciója a dolognak. Természetesen folyamatosan, amikor ez a, ez a előkészítő munka folyt, a rendőrséggel folyamatosan konzultáltunk. Az idei év a próbaesztendeje volt. A rendőrségi statisztikákra tudok én is csak hagyatkozni. Ne kívánja tőlem, hogy most fejből számszerű adatokat mondjak. De a főkapitány úr beszámolója szerint nagyjából felére csökkent az elkövetett bűncselekmények száma a tavalyi esztendőhöz képest. Volt rendőrként azt mondom, hogy a, a statisztikai számokat azért némi óvatossággal kell kezelni, de ezzel együtt ez olyan mértékű csökkenés, ami, ami mögött egész biztos, hogy valóban van teljesítmény is. Nyilván ebbe benne vannak ezek az intézkedések, amiket a város egyébként pénzt nem kímélve meghozott benne van az is, hogy jó volt az együttműködés a rendőri szervekkel. Ez kerekedett ki belőle, aminek én egyébként nagyon örülök, hiszen a közbiztonság léte vagy nem léte egy, egy turizm, részben turizmusból élő város szempontjából meghatározó jelentőségű. Örülünk, hogy így alakult. Azt szoktam mondani főkapitány úr, hogy ha csak egy bűncselekmény történik, az pontosan egyel több, mint amennyinek kéne. Van ebben némi igazság egyébként, de, de valóban lássuk azt, hogy sokkal biztonságosabb az a terület, mint mondjuk az elmúlt esztendőkben bármikor is volt. Ha egy picit más vizekre elvezünk, létesült egy új munkahely Siófokon, ami szintén ugye egy fejlesztésnek a része, ez pedig egy KFC étterem lett, ami ugye új munkahelyet is teremtett. Hogy fogadták ezt a lakók? Hát induljunk itt is messzebbről. A terület tulajdonosa keresett meg engem a megválasztásomat követő néhány hónapon belül azzal, hogy hogy a, az ott lévő területtel szeretne valamit kezdeni. Elmondása szerint néhány évvel korábban már volt próbálkozás a város irányába. Akkor, ha jól emlékszem, egy másik ilyen nemzetközi étteremlánc e, éttermének az építését tűzték célul, de abban az időszakban, vagy konkrétan abban a helyzetben nem volt túl nagy együttműködés a város részéről. Én viszont azt mondtam ennek az úrnak, Illetőleg a következőt kérdeztem, hány új munkahelyet jelentene ez siófoknak? Azt mondta hozzávetőlegesen 30. Akkor nagy tisztelettel és szeretettel várjuk őket. Így épült meg gyakorlatilag ö, meglehetősen hosszú vajúdás után, itt elsősorban a hatósági engedélyezések okán húzódott el, de megépült a KFC étterem, a 30 munkahely létesült siófokon, de ami örömteli, hogy a KFC étterem megépítését követően azonnal ö, bejelentették, hogy újabb beruházás lesz a területen. Létesülni fog egy, egy, egy nagyon komoly európai színvonalú autómosó, egy autószerviz felépítését tervezik, és még további két vállalkozás is ismereteim szerint bejelentkezett arra a területre. Tehát az én elképzelésem és reményeim szerint nagyon-nagyon belátható időn belül, egy-két egy éven belül 50 vagy a fölötti munkahely teremtődik ott meg. Tehát én, én nagyon örülök ennek a dolognak a magam részéről. Mik a további tervek az őszi időszakra, illetve lesznek-e további fejlesztések, várhatóak-e valami most a közeljövőbe vagy ebbe az évbe, illetve még az lenne a kérdésem, hogy figyelembe veszik-e a lakossági észrevételeket, bejelentéseket a fejlesztések alkalmával. Amikor polgármester lettem, azt mondtam, és ezt tartom továbbra is, hogy az úgymond luxus beruházásokat most egyelőre szorítsuk a háttérbe. Gyönyörű főterel van már Siófoknak, nagyon szépen megújult a víztorony, ez teljesen rendben lévő. Viszont az elmúlt esztendőkben azt gondolom, hogy a, a városközponton kívül eső területekre jóval kevesebb pénz jutott, mint amennyinek jutni kellett volna. És ennek a következménye az, hogy jelen pillanatban nagyon sok olyan utcája van Siófoknak, ahol a, a, a vízelvezetés nincs megoldva, a csapadékvízelvezetés nincs megoldva, ahol a járdák katasztrofális állapotban vannak, vagy egyáltalán nincsenek rá, járdák, ahol az utak Katasztrofális állapotban vannak, vagy egyáltalán nincsenek kövezett utak. Tehát az elkövetkezendő időszakban, mint ahogy az idei esztendőben is, a beruházásra fordítható összegek jelentős részét ilyen célokra használtuk fel és használjuk fel. Azzal együtt, még egyszer mondom, több száz utcája van siófoknak. Tisztában vagyok vele, hogy sokkal-sokkal hogy több lenne a, az igény, a jogos igénye tekintetben, mint amit teljesíteni tudunk de még mindig sokkal több az ilyen jellegű beruházás, még egyszer mondom, mint az elmúlt években volt. És én ezt tartani is kívánom az elkövetkezendő időszakban. Tehát a beruházásokról nagyjából ennyit. Egyébként nagyon-nagyon sok lakossági megkeresés érkezik hozzám, úgy a fogadónapomon, mint egyébként levélformájában is. És hát én is érzékelem, hogy nagyon nagy problémák vannak e tekintetben a városban. De mindenkinek meg kell érteni, hogy egyszerre minden nem megy a világ pénze nem lenne arra elég, hogy most siófokon egyik napról a másikra, vagy egyik évről a másikra mindenhol kövezet utak legyenek, minden kátyú be legyen fedve. Ami tőlünk telik, amit az anyagi lehetőségeink megengednek, azt meg fogjuk tenni, erről biztosíthatom a lakosságot. A jövőre nézve is hasonló ütembe megyünk tovább. Azzal együtt, hogy lesznek várhatóan olyan kiadásai az elkövetkezendő időszakban a városnak, amelyekkel hát előzetesen már kalkulálni kellett volna. Itt van például a Bahart ügye. Ugye 2000, jelenállás szerint 2017 év végéig igen jelentős tőkeemelést kell a Bahart részvényeseknek végrehajtaniuk. A Bahart részvényesei között zászlós hajó Siófok, hiszen bőven több mint 40%-nyi részvénypakettel rendelkezünk. A kötelező tőkeemelés emlékeim szerint hozzávetőlegesen 1,4 milliárd forint lesz. A siófokra első részt könnyű kiszámolni, hogy, hogy több száz millió forint. Ezzel együtt viszont annak idején olyan megállapodást kötöttek, miszerint egyetemleges a felelősség a tőkeemelés tekintetében, ami annyit jelent, hogy akár egy önkormányzattól is behajtható egy összegben a pénz. Nem tudjuk egyelőre pontosan, hogy mibe is fog ez siófoknak kerülni, de egy biztos nagyon sokba, és nyilván ezzel a, például ezzel a tétellel csökkenni fognak a beruházási lehetőségeink, mondjuk az elkövetkezendő, ha nem is a 2017-es, de 2018-as esztendőbe szinte egészen biztos. Vannak egyéb kötelezettségeink is, amelyek függőben lévőek, a hulladékgazdálkodással összefüggésben is úgy látom, hogy lesz néhány millió forint, amit a az elmúlt időszak örökségeként a városnak majd ki kell csengetni. Úgyhogy, hát még egyszer mondom, vannak olyan pénzügyi kötelezettségeink a következő esztendőben, amelyek azért a beruházási lehetőségeinket fogják csökkenteni. És emiatt eléggé szomorú vagyok, megmondom őszintén. De ha szerződést köt egy jogi személy jelen esetben a város, akkor a szerződési kötelezettségekkel nincs mit kezdeni, azokat teljesíteni kell, és hát nyilván fogjuk is. Polgármester úr, van-e olyan téma, amit esetleg most a turisztika vonalán nem érintettünk, de szívesen elmondaná a nézőknek? Talán az idei nyár vonatkozásában volt egy olyan momentum, ami miatt egyébként bizonyos támadásokat is el kellett szenvednem, ez pedig a rendőri állomány visszavonása volt. Ugye központi megerősítő erők érkeztek Siófokra, a nyár elején, emlékeim szerint durván 30 fő a készeléti rendőrségtől, majd egyik napról a másikra, a szezon kellős közepén ezeket a rendőri erőket visszavezényelték, illetőleg a kommunikáció szerint levezényelték a határra. És, és tulajdonképpen én akkor kiálltam a nyilvánosság elé, és azt mondtam, hogy az országos rendőri vezetés véleményem szerint a Balaton partot magára hagyta. Megértve azt, hogy határhelyzet van, megértve azt, hogy lent is problémák vannak, de amikor, amikor azt láttam, hogy ugyanebben az időszakban Budapesten a fakivágások miatt tiltakozók esetében igen jelentős létszámú rendőri erő van oda koncentrálva, akkor azért, bocsánatot kérek, elgondolkodtam. Ha oda jut, akkor a nyár közepén siófokra miért nem? Én tudom, hogy voltak ezzel kapcsolatosan válaszreakciók a rendőrség részéről, és nem voltam népszerű emiatt a kiállásom miatt, de én továbbra is azt tartom, hogy Magyarország elindult egy úton, már nagyon régen. A kormányzati kommunikáció folyamatosan nyomja, hogy bizony a turizmus az óriási bevételeket jelent, és föl kell pörgetni, és, és minden segítséget meg kell adni. Úgyhogy a jövőre nézve, ha és ha amennyiben ezt a riportot arra illetékes rendőri vezető hallgatja, akkor tessék elhinni, hogy az én szándékom nem az volt, hogy a rendőrséget bántsam. Az én szándékom egyetlen egy dolog volt, hogy siófoknak segítsek azzal, hogy kellő létszámú rendőri próbálok meg gyakorlatilag kicsikarni. Megyei főkapitány úr ígéretet tett arra, hogy belső átcsoportosításokkal ezt az eltávozó létszámot pótolni fogja. A kommunikáció szerint ez megtörtént, valójában e, érezhetően kevesebb volt egyébként a rendőr, mint az elmúlt esztendőben. Ez privát emberként is mondhatom, de, de az emberekkel beszélgetve is elmondhatom nyugodtan. A közbiztonság a szívem csücske, ez tudva levő. Én nagyon remélem, hogy a jövő nyáron ilyen problémával nem kell szembesülni, és ilyen kommunikációt nem kell csinálnom. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést, további munkájához erőt és egészséget kívánok. Én is az önéhez. <laughs> köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, nézzék továbbra is téma című műsorunkat, minden jót kívánok, viszontlátásra!